A látványos vándor kiállítással a Művelődési Ház a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének 25 éves jubileumát is ünnepelte, de a kezdeményezés előremutató is. Köztudott, hogy intézményünk az egykori vasutas művelődési házban 60-as évektől rockkoncertekről volt híres az intézmény. Tehát ezt a hagyományt szeretnénk ismét tovább folytatni. Volt egy nagyon pici szünet a múlt évben, és most a támogatók és a hozzánk látogatók invitálására úgy döntöttünk, hogy stílusosan jövő évtől ismét beindulnak a rockkoncertek intézményünk falain belül. Ezt hivatott beharangozni Németh Nyiba Sándor és Czaprok Dodi József gyűjteménye, amely 40 állomás után Nagykanizsára érkezett. Számos emléktárgy idézi meg a 60-as, 70-es évek hangulatát és a magyar rock legnagyobbjait. Legendákat kitalálni nem lehet, születnek győztes csillag alatt. Én azt hiszem, hogy értéket megőrizni, értéket továbbadni, másoknak a lehetőséget biztosítani, én azt hiszem, ez egy csodálatos dolog. Egy 20-30 éves fiatal lány vagy fiatal ember nem köteles ismerni a múltat, de nekünk kötelességünk közvetíteni, mert a múltnak ereje van, a múltnak hatalma van, és ezek a zenészek, ezek az élő legendák meghatározták az ízlésünket, meghatározták az emberi mi voltunkat. A kiállítás megnyitót követően az est a romkocsmák hangulatát idéző rendezvényteremben folytatódott. Itthon vagyok, anyám. Németh Nyiba Sándor verset mondott, dalt énekelt, majd a rendezvény vendégeivel, Csiga Sándor zeneszerzővel és Németh Oszkárral, a fonográf dobosával beszélgetett.